Sziasztok, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videó egy kicsikét más lesz a megszokottól, ugyanis a múltkor ígértem nektek, hogy megmutatom, hogy hogy szerkeztem a videóimat, milyen a számítógépem, hogy mi van a számítógépemben, ugye nem sok minden, mert sok minden nem használom végül, csak internetezésre és videószerkesztésre, de mivel nagyon sokan kértétek tőlem, hogy mutassam meg, hogy hogyan szerkeztem a videókat, milyen programot használok, milyen gépem van, ezért gondoltam, hogy ezt fogom megtenni a mai videóban. Itthon vagyok, majdnem egyedül, a feleségem elment, a Davis az nézi a tévét, éppen egy mesét néz, ezt a boltos mesét. A Lucas az bement az előbb a szobájába, ugyanis megtanult. Úgyhogy gondoltam, még van egy kis idő, még a Davis nézi ezt a mesét, addig megmutatom nektek, hogy milyen a számítógépen és hogy is szerkeztem a videókat. A videókat nem másról szerkeztem, mint itt kint, ugye ahogy láttátok szerintem korábban. Ott van a számítógépem, ez egy laptop, ez egy Apple laptop. Egy MacBook Pro, ott látod a Hello, Szia, Szevasz tábla alatt. A fiókban, majd lehet, hogy legközelebb megmutatom, mi van a fiókban, és ugyanis ott rettentő sok mindenféle fajta dolog van, ilyen kamerás dolgok inkább. Ez egy 15 incses MacBook Pro, mit 2004-es, nem 2014-es, júniusi, ugye 2014-es júniusi, 2,5 GHz-es i7-es processzor van benne, 16 GB RAM, 500 GB SSD, nem HDD, ugye, hanem SSD, ami azt jelenti, hogy gyorsabb. Ugye nem kell várni, még betölt, meg feltörög, ugye a hard drive, ugye a meghajtó, az SSD, az gyors. És a videószerkesztéshez ez rettentő jó nekem, azért választottam ezt. Ezen kívül van egy 2 gigás ilyen GeForce kártya, benne egy ilyen videókártya. Ugye a videókhoz néha kell, hogyha főleg hogy ilyen effekteket készítek, meg hasonló dolgokat. Aztán azt hiszem, hogy mindent elmondtam, hogy mi van benne. Van benne egy kártyaolvasó itt az oldalán. Itt aztán vannak egy USB 3-as bemenet, közben kijött a Lucas is. Hello! És gyorsan befutod a fürdőszobába. DVD vagy CD lejátszó nincsen benne. Látod, se ezen az oldalt nincs benn, se ezen az oldalt, fülhallgató van benn, aztán egy USB, ugye ez az áram, ami most nincs bekapcsolva, és ilyen kis vékonyka. Úgyhogy kinyitjuk, és megmutatom nektek, hogy mi van a gépemen. Azt úgy fogom felvenni, hogy egy ilyen képernyő felvevővel, és a kamerát meg ide leteszem ide az asztalra valahova, úgyhogy hajlatok engem, meg lehet, hogy láttok is, és a képernyőt úgy jobban tudom rögzíteni, ilyen képernyő rögzítő végül is. Tehát, ez a számítógép, elmondom, hogy miért Apple-t használtam, azt gyorsan elmondom, még mielőtt elindítom. Mióta megvettem a legelső kamerámat 2006-5 végén, 6 valamilyen környékén, előtte vettem pár hónappal egy ilyen Apple számítógépet. Azért vettem ilyen Apple számítógépet, mert annak idején videószerkesztésre az volt a legjobb számítógép, ugyanis minden benne volt, tehát mindenféle fajta bemenet, hogy be tudtad dugni a kamerádat, a memóriakártyádat, a mindenedet. A PC-hez meg külön ugye össze kellett állítani, belerakni mindenféle fajta videókártyát. Ez annak idején ez az a fehér Apple iMac volt, ugye ez az asztali gép, ami egybe volt minden, tehát volt egy képernyő, és ennyi, meg egy billentyűzet, meg egy egér ugye mellette, nem volt külön ház, meg ugye monitor külön, hanem minden egybe volt, és szerintem annak idején rettentő jó volt ugye ez videószerkesztésre. Előtte volt PC-m, ugye ami Windows futott, ha jól emlékszem, a 95-ös, vagy 7-es, nem is tudom már melyik, 7-es, rossz, hogy 7-es, vagy 8-as. És először nagyon furcsa volt használni Apple számítógépet, de mikor megvásároltam, nagyon gyorsan hozzászoktam, elkezdtem rajta szerkeszteni a videókat, nagyon megszerettem, és végül is azóta most már több mint 10 éve Apple számítógépeket használok, szerkesztésre, mindenre, amire én használom, én rettentően szeretem. Játékra biztos, hogy nem jó, az Apple számítógép, ez, az iMac, akármelyik, szerintem a Windows biztos, hogy jobb. Ugye főleg vannak ilyen játékos PC-k, ami nagyon jó mindenben, de videószerkesztésre én azt mondom, hogy nekem ez tökéletes. Úgyhogy mutatom nektek, kinyitjuk, ugye mondtam, hogy ez az SSD meghajtó van benne, meg amúgy is ugye az Apple számítógép, mikor kinyitod, nem olyan, mint a PC, elég gyorsan bejön, látod? Ugyanis a PC-re általában, legalábbis nekem volt régebbi PC-m, ilyen laptopom,
arra mindig várni kell. Lehet, hogy az új jakosság gyorsabb, biztos, hogy gyorsabbak, de annak idején, amikor volt, ugyanis eladtam azt a fehér számítógépet, azt az iMac-et, amit vásároltam, azt az 1-1-be, és utána vettem egy ugyanilyen, nem ilyen, hasonló laptopot, és az is kintottad, rettentő gyorsan feljött, én annak rettentően örültem. Na minden. Úgyhogy indítom ezt a rögzítőt, és mutatom, hogy mi van végül is a számítógépemen először, aztán mutatom, hogy hogyan szerkeztem a videókat, és mivel. Csak meg kell keresni ezt a rögzítőt, várjál. Tehát, hogyha minden igaz, most látjátok a képernyőmet, és veszi. Nem mással veszem a képernyőt, vagyis rögzítem, mint a QuickTime-on itt lent, ahogyan látjátok. Próbáltam az ujjamban mutatni, csak rájöttem, hogy úgyse látjátok, hogy hova mutatok. Úgyhogy sok értelme nincsen. A háttérképem ugye nem más, mint az autó. Általában az autóimat szoktam betenni, ugye volt, hogy a Mazda volt benn, most a Ford van benn. Ez az XR6-os, látod, is írtam, hogy Ford Falcon XR6 Turbo. Itt a kinti képernyőmön nem más van, mint mutatom. Ebben a könyvtárban ugye a videók vannak. Nem az összes, hanem körülbelül ilyen egy hónapi vagy két hónapi videók, ugyanis általában el szoktam menteni egy külön meghajtóra. Aztán ez mellett van a valami 5, amit megmutathatok nektek, ugyanis most már majdnem mindent láttatok. Kivéve ezt az utolsót nem, amit nem tudtatok rólunk. Ez lesz a szombati videóban, ezt fogom megosztani. Itt van a videó. Itt át tudom neked indítani, látod, elindul a videó, alatta pedig oda van téve, ez lesz végül is, valószínű, hogy ez lesz a kép, ugye a videóhoz a kép. Ezek a videók már megvannak itt mind osztva, hogy látjátok, például itt van ez, a tengerparti törvények, aztán az autós, ugye, csak így rápakoltam, látod a képeket, hogy tudjam, hogy melyik van megosztva, meg melyik nincsen. Aztán ez alatt van a Fordról egy pár fénykép, amiket készítettem korábban, ezeket itt tartom. Ez egy videó, amit még nem láttatok, valószínűleg jövő héten fogom megosztani, áprilistól újra valami 5. Ez egy végülis egy ilyen előzetes a következő valami 5-ből, amit készítettem tegnap este. Aztán Lukasnek a születésnapja angolul, amit angolul készítettem. Ez mind angolul ment végül is, úgyhogy ezt nem mutatom meg, mert ez végülis ilyen családi videó. Aztán egy videó, mikor a Davis felébresztett az egyik reggel, én még aludtam, ezt csak akarom megmutatni, ugyanis az is családi videó. Aztán ez megmaradt egy fénykép, ugye ezt mindenki látta, Facebookon osztottam meg, nem olyan régen. Ez pedig a szemüvegemről való, szemüvegemről való videóanyag, amit hétvégén filmeztem a valami 5-höz, ezt még nem akarom megmutatni, ez nincs megszerkesztve. Aztán, ami van a számítógépemen, ugye ez a Finder, ha ide belemegyünk, akkor itt látsz mindenféle fajta, hogy mik van a végül is a gépemen, tehát a desktopon, az applikációk, a dokumentumokba, tehát minden itt van egy helyen. Ilyen fájlkezelő, úgy hívják, ugye fájlkezelőnek hívják magyarul, én azt hiszem. Aztán itt van ez a Siri, vagy hogy mondják magyarul, ugye tudsz beszélni a gépedhez, itt van az Apple Store, itt vehetsz egy pár programot, applikációt, hogyha betölt, ez általában amioknál fogva minél kicsikét lassú, hogy miért, nem tudom, most be se akar rendesen tölteni, ahogy látjátok, na, végre feljött. Visszanyik a földre, látod? Itt nagyon vásárolni nem szoktam, nagyon ritkán, hogyha sok időm van, akkor itt körbenézek. Aztán itt van a Launchpad, itt gyorsan az applikációkat ugye ki tudod választani, ami van ugye a gépemen, hogyha gyorsan akarod indítani. Aztán itt van az e-mail, itt van a Safari, ugye az internethez, a Google Chrome internethez, aztán a naptár. Ez a szemüvegemnek, ugye a kamerás szemüvegemnek, ezzel tudom letölteni a videókat a szemüvegről, és itt tudom beállítani végül is, hogy milyen frame-ben vegyen a szemüveg. Ez a, ez a Final Cut Pro, ezzel szerkeztem a videókat, ezzel mindjárt visszajövök. After Effects, ugye amivel készítem az effekteket, az Adobe-nak az egyik programja, a GoPro, ugye Studio, ezzel a GoPro videófájlokat ezzel lassítom, egy fotószerkesztő, egy Note, ugye ide írok bejegyzéseket, aztán térkép, itt ilyen texteri, tehát hasonló, mint a Word, ugye, csak az Apple-nek a beépített változata, ha néha írok szövegszerkesztés, ugye, és hogy csinálok szövegszerkesztés, akkor itt csinálom. Aztán az üzenetek, ez egy pénztárca, itt vannak a jelszavaim, elmentnek hasonló dolgok. Aztán FaceTime, ugye az Apple az iPhone-hoz, ugye, hogyha tudsz iPhone meg iPhone között beszélgetni, vagy a számítógépeden keresztül.
Aztán ezzel el tudom tüntetni magamat az internetről, hogyha nem szeretném, hogy nézzék, hogy hol vagyok, ugye, vagy ha olyan hegyen vagyok mondjuk bevásárlóba, és nem akarom, hogy tudják az IP-met, vagy hasonlómat, akkor ezt szoktam használni. Aztán ez a Foxtel, ugye a kábel TV-nek az egyik applikációja, ezen keresztül tudom nézni a TV-t. Itt vannak a fényképek, beállítások, egy számológép, Skype és a QuickTime. Mellette a letöltés, aztán a kuka. Úgyhogy, most mutatom nektek, hogy hogyan megy a szerkesztés, vagyis én hogyan szerkesztem ugye a videó fájlaimat. Úgyhogy, mielőtt megmutatom nektek, hogy mivel szerkesztem a videókat. Át kell váltanom erre a kamerára, ugyanis képzeld el, elindítottam a programot, és a QuickTime megállt, nem akarja felvenni a videószerkesztő programot, valószínű copyright miatt, ezért valószínű, hogy ezzel a kamerával kell most, hogy rögzítsem a képernyőmet. Valószínű, hogy rendesen fogtok rajta látni mindent, lehet, hogy a minősége egy kicsit rosszabb lesz, de mással nem fogom tudni felvenni, mint a rendes kamerámmal. A videó miatt nem mással szerkeztem, mint a Final Cut Pro 10-essel. Annak idején, ha jól emlékszem, hogy 4-essel kezdtem, Final Cut Pro 4-jel, aztán 5-öt, 6-ot, 7-et használtam. Annak idején ez rettentően másképp nézett ki, mint ez a 10-es változat, nem tudom, hogy ki ismeri ezt, vagy ki nem. Most már ezt használom nagyon régóta, mióta kijött, úgyhogy mutatom neked. A kamerát először is ide beállítom. Hát indítom a Final Cut Pro-t. Körülbelül egy pár másodpercen belül is indul, amúgy most nagyon sok videó van rajta, mert elfelejtettem, csak még nem másoltam át ugye őket a hard drive-ra, ugye, amire általában át szoktam másolni őket, ez egy kicsit tovább tart a betöltés. Tehát ahogyan látjátok, végülis ez a fő képernyő. Itt van lent a timeline, tehát ez a megszerkesztett videó végülis, ez a születésnapi videó. És itt végig lehet ugye rajta menni itt alul. Itt vannak a fájlok, tehát amiket ugye videóztam, ez a tegnapi, ez a születésnapos. Tehát amikor elkezdtem ugye a videót, ameddig ki nem kapcsolom, ahogy látjátok, mutatom az ujjammal, itt van, hogy 1, 2, 3, 4 ugye. Tehát minden egyes 2-es, 3-as egy új videófájlt jelent. És van is sok érdekes dolog, ugye mindenkit nem akarok végigmenni, mert van, ami ki van belőle vágva, mert ugye mindig meg kell vágni a videókat. Aztán itt vannak oldalt, ahogy látjátok, mutatom megint az ujjam, mert most mutathatom, amiket ugye elnevezem, tehát ez az autónk, látod milyen képet vágtam? Itt bemutattam az autót, mikor mentünk. Várjál, próbálom mutatni neked, ez a belső, amikor gyorsultunk, valószínűleg ez az a gyorsulásos, látjátok, ugyanis itt vagyok benne, és megyünk valamerre, ugyanis az a napon többet filmeztem, tehát csináltam a vlogot is, meg a gyorsulást is, na mindegy, visszamegyünk, nem is tudom, hogy hova menjünk vissza, visszamegyünk a betörőre, ugyanis ez a betörős, ez a péntek, nem a szombati videó, amit ti vasárnap láttatok, mikor reggel itt ülök ugye bent az autóba, és betörősnek neveztem el, ugyanis betörtem ugye az ablakon keresztül. Mikor elkezdem a videót, általában nem mindig tudom, hogy mi lesz a címe, és ilyenkor csak adok valami nevet ugye az egésznek. Tehát várjál, megmutatok nektek egy újat, hogy végülis hogyan szerkeztem. Létrehozunk egy újat, elnevezzük tesztnek, magyarul. Ilyenkor kapok itt lent alul, látod, egy üres ilyen timeline-t. Rámenjük az első klipre, és elkezdjük Space-szel, ugye elindítom a, várjál, viszonyunk az elére, elindítom a videót, itten beszélek, nyomok egy I betűt, ezzel kijelölöm ugye az input, hogy ez az eleje, akarom például eddig, itt akarok egy vágást, de megnyomom az O betűt, látod itt a kis sárga valamit, megnyomom a Q betűt, és ide beteszi a timeline-ba. Egy kicsit nehéz elmagyarázni, de végülis valahogy így megy a szerkesztés. Tehát én nézem a videót, és közben a gombokkal itt szerkesztem, hogy hol van a vágás, hol nincsen, és rakosgatom ugye ide be, persze egymás után. Amint ez kész van, csak gyorsan mutatok egy pár tesztet. Látod, ide berakja ide alulra. Tegyük fel, hogy megszerkesztettem, vagy megvágtam a videót, tehát ez ilyen gyors vágás volt végül is. Fogom, bemegyek a dokumentumokba, fogom a Hello, Szia, Szevasz logót, az ide előre el van nekem mentve. Ugyanúgy, mint a valami 5 is, a zenék is, fogom, belehúzom ide az elejébe, kivágjuk ugye ezt a nagy feketességet, elindítjuk, itt van a logó, itt a közepén látod, megint van egy ilyen nagy feketesség, itt alul mutatom, azt is kivágjuk belőle. Amit kell csinálni, jobb egérrel kattintani, vagyis nem egérrel, mert ugye nincsen egerem, de a jobb alsó sarokba, kiveszem belőle az audiót,
levágok belőle éppen annyit, ugye még van az a csattanás, vagy hogy mondják, a végén. És így nincsen benne ilyen feketesség. Tehát egybe megy a két videó. Ha ez kész van, akkor ugye átnézem az egészet, újra vágom az egészet, hogy jók-e a videónak a vége, vagy nem, nehogy véletlenül egy szó kimaradt, mert gyorsan vágtam. És ezután általában nem szoktam színezni, hogyha szeretném színezni, itt vannak effektek, látod? Itt ezen az oldalt. Tehát itt vannak effektek, nem is effektek, végül is ilyen, mutatom neked, hogy miről beszélek. Tehát megváltoztatja, látod, fekete-fehérré, vagy ilyen régi idők videójára, vagy éppen ugye, amit ki akarsz választani, itt rettentő sok ilyen effekt van. Néha szoktam őket használni, főleg, hogyha színezni szeretném őket. Aztán ez mellett ugye van zene, be tudok rakni a kettő videó közé, tehát itt alul, mikor megy a videó, itt van egy ilyen ugrás, ugye, hogy láttát, volt egy vágás. Akarok, ide beteszek egy ilyen átmenetet. Van nagyon sokféle fajta átmenet van, hogy láttátok. Én ezt nem szoktam használni, főleg nem a vlogos videókban. Nagyon-nagyon ritkán, hogyha például ilyen zenes videót készítek, tehát ilyen átmenettel például mondjuk egy ilyennel, ilyen megvilágosítással, vagy hasonlóval. Aztán ez mellett ugye itt van címek, tehát hogy, vagy felirat, nem is tudom, hogy mondják ezeket. Hogyha bele akarok valamit ide rakni, kihúzom, rárakom a videónak ugye a tetejére, és ezt át tudom írni, ezt a basic-et, itt bal oldalt, nem jobb oldalt, attól függ, hogy itt nézzük, ide tudok beírni például valami, ezt át tudom, nem azt, hogy színezni, nem másféle adni neki, például ezt nagyon szeretem, látod? Ez a valami ötnek végül is a mintája. Aztán van itt zöld, van 3D-s, van 2D-s, mindenféle fajta. Aztán itt még vannak más beállítások itt is itt ezen az oldalt. Ezen kívül, ha ide vissza lemegyünk, látod ide le? Van itt sokféle fajta ilyen beépített dolgok, amiket én annyira nem szoktam használni, tehát felhők, inkább ilyen effektekhez való, vagy intrókhoz, ugye attól függ. Hát nagyjából ennyi. Nagyon sok mindent ugye meg tudnák rajta mutatni, hogy hogyan működik pontosan, de ez a videó ugye nem arról szól, de nagyjából így szerkeztem a videókat. Egy ilyen mindennapos videónak a megszerkesztés, egy ilyen vlogos videónak körülbelül ilyen 30 percig tart, ilyen 20-30, néha 40 percig, ugye attól függ, hogy milyen hosszú a videó. Minél rövidebb, ugye annál gyorsabban végzek vele, attól függ, hogy mennyi vágás van benne, vagy éppen ugye mit filmeztem. Legyen átlag vlogos videó olyan 30 perc. Amikor befejezem a videót, ugye már egy közben viszked az orrom, ugye esténként általában beszoktam fejezni a videót olyan 6-6-30 környékén. A Davis ugye elmegy aludni, én utána nekem van egy időm, egy ilyen fél órám, ugye még a Lucas a számítógépen valamit csinál, a feleségem akkor néz egy sorozatot, amit ő mondjuk szokott nézni, amit szeret. Én addig van egy ilyen körülbelül egy fél órám, még meg tudom szerkeszteni, és akkor szoktam ezt megszerkeszteni, majd feltölteni. A következő nap pedig mi időnk szerint 2 óra 30 környékén, 3 óra környékén meg szoktam osztani, ami azt jelenti, hogy ti nálatok olyankor reggel 6.30 vagy 7.30 van, attól függ, hogy van az idő állítás. Remélem, hogy mindent sikerült megmutatni, és semmit nem hagytam ki. Hogyha mégis, hogy valami másra is kíváncsiak lennétek, akkor írjátok meg ide nekem a videó alá, vagy hogy legközelebb mit mutassak meg. Meg tudom mutatni a telefonomat is, de az is hasonló, mint a számítógépem. Ahogy láttátok, sok minden nincsen rajta, inkább csak ilyen videószerkesztők, ugye, meg effektek, meg fotószerkesztők a számítógépen. De ha gondoljátok, írjátok meg, hogyha meg szeretnétek nézni, hogy mi van a telefonomon, vagy mit hagytam ki a számítógépből, és a legközelebbi videóban valamikor majd azt is megmutatom, vagy beszélek róla. Úgyhogy, mára ennyit, remélem, hogy tetszett ez a videó, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!